A rendszerkritikus rap szövegeiről és vírus videóiról ismert Noár, vagyis Molnár Áron ismét akcióba lendült. A Víg Színház korábbi társulati tagja ezúttal színész barátait hívta segítségül, hogy együtt főzzenek a hírhet Hős utcai telep lakóinak. Szabó Győző már a kezdetektől fogva kanalaz, dobozol és szállít, hogy senki sem maradjon éhen. Sőt, még a motorját is beveti, hogy mosolyt csaljon a gyermekek arcára. A harmadik nap már vártak minket, negyedik nap már együtt bandázunk, most elviszem a srácokat motorozni, csodálatos élmény nekik. De közben gyereknapra már ebben a csoportban szerveződik, most már közel, ezt mi ne tud, ez még titkos. Ezer palacsinta készül. A gyerekek pedig egyedi becenevekkel hálálták meg az önkéntes fáradozást. Az Áron a baseball, nekik a srácoknak a baseball sapkás Áron. A Győző pedig a híres Győző. A Toxikomák konyha elnevezésű kezdeményezéshez bárki csatlakozhat a Facebookon, és küldhet friss alapanyagokat, amelyekből Lendvai Zoltán séf minden nap századag ebédet készít. Ez kevésnek tűnhet 500 emberre, mégis hatalmas segítség a családoknak. A Hős utcába ide ne is költözzön, mert ez egy nagyon rossz utca. Köszönöm, Sanyika voltam. A Hős utcai telep a 2000-es évek során vált a drogkereskedők és piti tolvajok kedvelt búvóhelyévé, mivel a környéket még a rendőrök is elkerülték. A kőbányai önkormányzat 3 éve valamivel több mint 2 milliárd forintot kapott az államtól, hogy kivásárolja a lakókat. Bár a legtöbben menekülnének, a felajánlott 3 millió forintért mégsem hajlandóak megválni otthonaiktól. Én most szabadultam a börtönből 10 évről, és ugyanebben estünk vissza, ugyanez a környezet. A kerület vezetése az egész telepet lerombolná, és felhúzná a helyére a terrorelhárítási központ új bázisát. Megegyezés hiányában azonban nem jöhetnek a munkagépek. Azt gondolom, hogy 2,1 milliárdba kellene, hogy legyen egy szociális program, ami a lakókat jobb helyzetbe juttatja, mint ami, hogy most vannak. Jelenleg egyetlen egy dolog van, annak a szerintem rossz narratívának vagy véleménynek a súlykolása, hogy az itt lakó, aki itt lakik, az eredendően bűnös. Márpedig addig nem várható előrelépés, amíg egy olyan képviselő felelős kőbánya pénzügyeiért, aki egy korábbi balesetre azt reagálta, a gázrobbanás végzett némi munkát, de nem eleget. Nyomornegyed, gettó, szegregátum. A média általában ezekkel a szavakkal szokta jellemezni a Hős utcát, pedig ne felejtsük el, hogy ez több száz embernek az otthona és egyetlen vagyontárgya is egyben, ami annál kevesebbet ér, minél többet mondogatjuk ezt. Márpedig valamiből ők is el szeretnének innen költözni. Siposhegyi Zoltán, Euronews Budapest.